Szervusztok, jó estét, Isten hozott benneteket, Isten hozta önöket. Hosszú forró nyár volt, aminek a végén vagyunk, remélem mindenki élvezte, és gondolom időnként nézte a híreket is, mert a hírek is forróak voltak. Tehát annyi mindent szeretnék mondani, de igazából megpróbálom csak pár mondatba összesűríteni. Tehát nehéz idők vannak, és valószínűleg még nehezebbek jönnek, és nagyon-nagyon fontos átérezni az egyéni felelősséget ebben. Az elmúlt hétvégén Szlovákiában voltam, ahol egy nemzetközi, mondjuk így, mivel három ország részéről kezdeményezték, egy petíciót fogalmaztunk meg a föld szívének megmentéséért. Ez a petíció fel van töltve az internetre sokféle formában, a weblapunkon is megtalálható. Kérem, hogy nézzék meg, és amennyiben egyetértenek vele, úgy támogató aláírásukkal erősítsék ezt a petíciót. Alkalmam volt beszélgetni itt egy fiatalemberrel, aki az elmúlt napokban jött vissza Donyeck medencéből, ahol végigjárt a körzetet, és elmondta, hogy az ukrán oldalon több mint 200 ezer fiatal van felfegyverezve és felsorakoztatva modern fegyverekkel. Persze fel lehet tenni a kérdést, hogy a rugyadozó ukrán gazdaság miből tudott ennyi pénzt áldozni a modern fegyverekre és a 200 ezer ember besorozására. Másik oldalon sokkal kevesebben vannak, és a fegyverzetük is sokkal gyengébb. Azt, hogy mi van az orosz határ másik oldalon, ezt nem tudni, nyilván az orosz hadsereg is készülődik. Hamarosan lejár a Minszki békének a határideje, és ki fognak újulni a harcok. Lengyelországban, Romániában már ott van az amerikai hadsereg, a napokban megérkezik Magyarországra is. És nem nagyon teszünk ellene semmit, sőt nagyon hallani sem lehet róla. Senkit nem szeretnék rémizgetni, de 1935-ben is elég békés volt a hangulat, ugye az emberek szépen elnézegették, és nem nagyon hitték el, hogy világháború készülődik. A petíciót nagyon szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, és kérem, hogy mindenki gondolja át az egyéni felelősségét. Az elmúlt hónapban találkoztam emberekkel, beszélgettünk, és egy csomó ember panaszkodott nekem mindenfélétről, hogy kevés a fizetése, hogy nehéz a megélhetés, és stb. Hosszan, mert panaszkodni nagyon hosszan tudunk. Bennem viszont folyamatosan ott dobogott a kérdés, hogy mit teszel ellene, vagy mit teszel azért, hogy változzon, hogy jobb legyen. Gyerekeim vannak, szeretném, várom, remélem, hogy lesznek unokáim is. És mivel nagyjából van egy rátekintésem erre a világhelyzetre, erre az európai helyzetre, ami most van, bizony óriási a félelem bennem, és szeretnék mindent megtenni azért, hogy a gyerekemnek a szemében nézhessek. Még talán egy szót a bevándorlásról, csak gondolatébresztőnek. Nekem az a kép jelent meg, hogy ez olyan, mint tehát ami most a médiában jön a bevándorlásról, ez olyan, mint ami az egészségügyről jön. Fáj a hátad, vegyél be fájdalomcsillapítót, magasabb vérnyomásod, szedjél gyógyszert rá. Amúgy egyébként a Richter Gedeon egy jó üzleti befektetés, tehát menj a tőzsdére és vegyél a részvényeket, meg növelni kell a kórházi ágyak számát. Az, hogy mitől vagyunk egyre betegebbek, mitől egyre több a rákos beteg Magyarországon, hogy mitől egyre több az Alzheimer-kóros, a magas vérnyomásos, a szív- és érrendszeri betegségekben korán elhunytak a száma, miért növekszik évről évre, ezzel nem foglalkozunk.
Ugyanez a helyzet a bevándorlással is. Halljuk a hírekben, hogy ma hányan jöttek be, és hogy most akkor adjunk nekik élelmet, vagy ne adjunk, vagy buszokat, a szöges drótot húzzunk, vagy betonfalat emeljünk, vagy mit csináljunk. De jó, hogy jönnek, de nem jó, hogy jönnek. Az alapvető okokkal nem foglalkozik a média, és szeretném a figyelmetekbe ajánlani. Pár éve még Közel-Keleten nagyjából rend volt. Jött azonban egy felső erő, amelyik azt gondolta, hogy az ő demokráciája az jobb. Katonai erővel betette a bakancsát a multinacionális érdekeket kiszolgáló amerikai politikai erő, és káosz teremtett. Háborúkat, ártatlan embereket gyilkolnak nap, mint nap. Anyákat, öregeket, kegyetlen módon pusztítják. A keresztény emlékezet megmaradt romjait. És kérem, nem tesszük fel a kérdést, hogy ki ad fegyvert az ISIS-nek? Ki veszi meg tőlük az olajat? Afrikában, ahol azt tudjuk, hogy terrorista csoportok lövik egymást és teremtenek káoszt, vajon milyen fegyverekből, ki finanszírozza őket? És ezekben az országokban vajon az urán, az olaj, a gyémánt és az aranykészleteket kik menekítik ki ez idő alatt háborítatlanul? Kérem szépen a szövetségesünk, az Amerikai Egyesült Államok van felhatalmazva, vagy felhasználva, és az ő hadserege, szupermodern hadserege arra, hogy véghez vigye azt a háttérhatalmi érdeket, amelyik most bennünket is akár háborúba sodorhat. Szóval nagy a felelősségünk, nagy a felelősséget mindenkinek, nekem is, neked is. Gondold át, nézd meg ezt a petíciót, ami nem a megoldást nyújtja, de mindenképp arra hív fel, hogy gondolkodjál és keresd a kapcsolatot, keresd a lehetőséget és tegyél valamit, a rendszert mi éltetjük, mi tartjuk fenn. A panaszkodó barátom, miután elmondta a panaszát, elment a multinacionális cégbe, és bevásárolt, feltetőleg bankkártyával fizetett, mert az az elegáns. Tehát mi tartjuk fenn? Mi sokkal többen vagyunk, kedves barátaim. Nehéz őszünk lesz. Térjünk vissza ma estéhez, és elnézést ezért a kitérője, de tényleg ez a hétvége, ez eléggé a hatása alatt tart még most is. Tehát ma este egy fantasztikus előadót fogunk hallgatni. Megkértem kolléganőmet, Déri Zsuzsánnát, hogy mutassa be nektek, és kérem Zsuzsánnát, hogy tegye ezt meg. Szép estét nektek! Szeretettel köszöntök mindenkit! Biztos, hogy nagyon sok igazság van, és biztos, hogy szana szét, vagy kifelé kell figyelnünk, és befelé is természetesen. Én arra készültem, hogy elmesélem nektek, hogy van egy 15 éves fiatalember, aki úgy dönt, hogy tulajdonképpen az állítások, amik a tankönyvben vannak, nem igazán úgy működnek, mindenki félrevezeti az embert, aztán elkezdtem vele beszélgetni, és elárulom, hogy informatikus, mérnök, vegyész, docens volt. És a fiai abból a tankönyvből vizsgáztak, tehát nem olyan egyszerű az élet, ahogy ezt mondani szokták. 13 nyelven állítólag nem tudják eladni, az egész világot bejárta, minden érdekelte, ami a hagyományhoz tartozott. Gyakorlatilag Peritól kezdve, az Inkákon keresztül, Tibetbe, és azt hiszem, hogy nagyon büszkén mondhatom, hogy Matek Kamil persona non grata Kínában, tehát ez már számomra egy jó pont, hogy most sajnos, vagy nem sajnos.
És megmondom őszintén, majdnem fél évenbe került az, hogy matek kamél most itt álljon előttünk, velünk, és együtt legyünk. És én nagy szeretettel megkérlek, hogy akkor azt elfelejtettem mondani, bocsánat, hogy tulajdonképpen egy könyvet szeretett volna írni, de úgy döntött, mint informatikus, hogy a DVD, a hangos könyv a sokkal jobb. Úgyhogy kaptam egy listát, 180 DVD-je van az előadásairól, és azokról a kutatásokról, a piramisoktól kezdve a mágiáig, a magyarságig, jaj, kit hagytam ki, a dogonokig, és minden, ami elképzelhető. Nem is értem, hogy miért tud ennyi mindent. Köszönöm szépen, és akkor szeretném, ha beszélnél nekünk. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Na most a kínai dologról szeretnék beszélni, mert ez nagyon-nagyon jellemző rám. A kínai tévében három adásom volt. Egy volt, amelyik Tongmon Cseggel foglalkozott, ugye ez a Hunok Fehérvára. Ez egyébként benne van a DVD-s sorozatomban. Az olyan szépen lement, hiszen a császári dinasztiával foglalkozott, a Dacia dinasztia Hun eredetű volt, és hagytak egy kővárost hátra, ami Fehérvár névre hallgat, és ugye a kínaiak a világörökség részévé nyilvánították. És kit küldtek ki rá? A finnugor dalszék képviselőit. Na most, de tényleg, és jelentést is írtak róla, és állítólag le is lehet kérni, de hát én valószínűleg nem a Bosch magazint szeretném játszani ebben a kategóriában, hanem arról van szó, ha a kínai történelemben ez olyan fontos, ez a család, ami ugye Fehérvárhoz, Tongmon Cseghez kapcsolódik, akkor miért nem jelenik meg a mi történelmünkbe? Ez volt az első. Aztán, ami elindított a pályán, amire ugye célzott a Zsuzsa, arról szólt, hogy kinyitottam a történelemkönyvet. A szkíták időszámításunk előtt a 7. században a pusztákon. Innentől kezdődik a szkíta történet. Kinyitotta a biológia tankönyvet. Ugye biológus voltam. A tönkölyt a királyi szkíták időszámításunk előtt 12.000 évvel nemesítették a cirokból. Na most nem tudom, hogy a két könyv nem látta egymást. Na most ilyen könyvekkel nőttem fel. És akkor hát úgy döntöttem, hogy megpróbálom korrigálni. Ez ugye elég nagyképű dolognak hatott, és hát ez a korrekció több-kevesebb sikerrel megtörtént. Ma ugye 180 DVD-n van, és valami özönvíz előtti civilizációk hagyatéka néven ugye forgalmazzák, akik forgalmazzák, illetőleg hát előadásokon az őket érdeklő témákból ugye válogatnak. De a Kínát azt még ne felejtsük el. Kínával kapcsolatban ugye volt egy kínai tévé adásom, és ez Tibetről szólt. És hát Tibetnél elszóltam magam. Hát ugye beszéltem, mint független államról, már pedig ugye Tibet Hun történelmében volt egy független királyság, amit Gube királyságnak hívunk, és hát ezután, ugyan ez volt a legnézett, ez magyar nyelven ment, kínai felirattal, és utána ugye 5%-os nézettsége volt, mert ezt is közben megtudtam, ez egyébként a legnézettebb műsorom, de nem azért egyszerűen a közeg miatt, és utána kitiltottak Kínából. Na most hát a Tibet kutatást azt nem szerettem volna abba hagyni, ezért ugye a pakisztáni oldalon van a Tibetnek a másik része, hát ők sem szabadok, ez a Hunza és a Nagar királyság volt, és hát oda a Pakisztánba elmentem, megcsináltam a két filmet, ami egyébként egy ilyen nemzetközi stábnak egy gondolatébresztője volt. National Geographic Google királyság történetéből következő volt. Egy gyönyörű, szép buddhista aranykirályságot hoztak létre a hunok, menekülve Lászából.
És ebből 5 percet mutattak. 5 percet mutattak a fennmaradt ikonokból csaparangban. És utána 40, nem tudom hány percen keresztül jöttek délről a latakiak, és mindent legyilkoltak. Na most, ugye tévésként, jó, azt, amit megvettek, azt megkapták. Amit viszont kidobtak, az utána szabadon felhasználható. Tehát ebből csináltam meg a két Tibet előadást, amelynek egy rövidített változatát a Hun TV-n, ugye, prezentáltam. Hát itt van, akivel csináltam, tehát igazából olyan nagy, nagy távolság nincsen. Tehát a Tibet 1-2 pontosan erről szólt. A kettő, ami a Hunza és a Nagar királyságról szólt, az ugye pakisztáni persona non grata lett. De biztos, hogy ez a dolog lényege. Előttem voltak már ott, tehát Csáy Koppány és a többiek is vizsgálták, Attila Heftalit, a hunnyai, akik leváltak, hogy 14 ezeren egy zárt közösséget hoztak létre. Őket a világ nem arról ismeri, hogy hunok, hanem arról ismeri, hogy hosszú életűek és kajszi barackot hoztak. A mai előadás, amit tulajdonképpen beszélgetés helyett beszéltünk meg, ugye, az egy picit saját. Azért mondom, hogy saját, mert a festői Szlovákiában és Balassagyarmaton elindítottunk egy saját társatást. Nagyon furcsa dolgokat fogok mesélni. De ahhoz, hogy ezt szépen el tudjam mesélni, ahhoz ugye kellenek a képek, és hát a mai előadásnak a címe az pontosan arról szól, amit hát az akadémikusok nem szeretnek hallani. Jobban szeretik a honfoglalás kifejezést, előbb-utóbb nyerni fogok. Amit sikerült előásni, ugye Londonban volt az Isten magyarjainak egy 10 sorozatos előadása, és hát ez egy rutin volt, mert hát ugye egy alkalom, egy repülő, egy kaja, vissza. Következő hónap, egy, még egyszer. Na de mindig volt egy másik nap. A másik nap az ugye arról szólt, hogy hát lehet valamit szabadon csinálni, és ez volt az a helyszín, ahol hát elkezdtem bogarászni azt, hogy vajon mit tudnak a Kárpát-medencéről a londoni akadémián, amit mi nem. Olyan, mint hogyha saját maguknak írtak volna egy történelmet. És hát ez indított el arra, hogy tulajdonképpen ennek az egésznek nem is az volt a célja, hanem az, hogy nézzem meg a londoni akadémia anyagai között, hogy mit tudnak róla. Na most a londoni akadémia, Herodotus, és némi kémia, meg némi balassagyarmat után összeállt a dolog, és szeretnék egy olyan történelmet elmondani, amit szerintem előttem nagyon kevesen ismernek. Karapát. Így hívják a királyságot. Ez egy kelta, szkíta királyság volt, és ennek a történetet szeretném elmondani. Ugyanis a karák a fekete szkíták népe volt. Ugye a pát az egy ősi magyar szó, ami arról szól, hogy hát egy földet jelöl. Tehát a Karapát a fekete szkíták földje volt, amelyet az a hegy határolt, amiről az egész határoló részt elnevezték. Igen, ám itt élünk a Kárpát-medencében, és az alapot sem tudjuk. És még valami, a londoni akadémia anyagai között ez ott van. És ráadásul ugye a mi nyelvi fejlődésünk az a pát szócskát áttette a geológiába. Mindenki geológusként ismeri a pátszót, de senki nem gondol arra, hogy az egy hegyekkel határolt földet is jelöl, de ha csak a föld geológiai jelzését, akkor ez a Karapát a fekete szkíták földje volt. Tehát létezett itt egy államalakulat, majd feltesszük a kérdést, hogy mikor, és ez az államalakulat a fém művességéről volt híres a földművességen kívül. És hogy egy picit belemegy az ember azokba a történelmi forrásokba,
amelyeket még a hivatalos történelemtudomány is elfogad, akkor Herodotosz beszámol arról, hogy a Karapát Keltaszkita királyság első uralkodója ki is volt valójában. Ezt hagyjuk a végére. És akkor kezdjük úgy a történetet, ahogy én nekem kezdődött Balassa gyarmatom. Ugye elhallgatni arany, és ezt nem Petőfi mondta, ugye a történelem hamisítás egyik módszere a leletek meglétének agyonhallgatása. Olyan esetben, amikor a megtanált bizonyíték a fősodrású történelmi elméleteket és a hivatalos verziót, hát megkérdőjelezi. Tudják, ez a forszak most olyan, ahol az alapaxiómákat, hogyha kiveszi az ember a tudománynak a várából, akkor az egész, mint egy homokvár omlik össze. Ugye egyik megállapítás a másik után így, és váltja egymást. Na most, amit fogok mondani erre az elhallgatni aranyra, mint történelmi hamisítási módszer, az egy nemzetközi és egyben magyar példa, de meséljük el a történetet úgy, hogy találkoztam vele. 1920. június 4-e, ugye ismerős a gyertya. A trianoni békediktátum az első világháborút lezáró párizsi békeszerződések részeként az osztrák-magyar monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország, Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött, ma már nem létező Csehszlovákia, valamint a szintén nem létező szerb, horvát, szlovén királyság új határait. Ez ugye Trianon, amit tudunk róla. Igen ám, de nem csak az országunkat darabolták fel és hasították ketté, hanem városokat is ketté hasítottak. Városok kellős közepén futott a határ. Miért mesélem ezt el? Ugyanis a leletek egyik fele itt van, a másik fele ott van. A ketté osztott városok egyike Balassa gyarmat, és a trianoni békeszerződéssel ez a Balassa gyarmat határvárossá vált. A régi Ipoly hidat, ami rajta volt ugye hajdani üdvözlőkártyákon, azt fölrobbantották. És nem tudni miért a csontok még most is ott vannak, hogy emlékezzünk rá. Egyik rendszerváltás, másik rendszerváltás, harmadik, múzeumi, és hát ugye történelmi csoportok alakultak, de a csonkok maradtak. Miért is? Nagyon egyszerűen el tudom mesélni. Ahonnan ezek a képeslapok készültek Balassa gyarmatról, az ma ugye a festői Szlovákia területén található, ugye a temető fölött, és ma ugye a festői szlovák gyarmat része. Tehát ezek a képeslapok hajdan a mostani szlovákiai temető fölötti részből kerültek elő. Majd meg fogják látni, hogy távolról indul a dolog, de nagyon-nagyon-nagyon közel vagyunk a megoldáshoz. Volt egy szocialista idő, ugye a szocialista időkben a határ átkelő építésekor, a parkoló építése során szkíta leletek kerültek elő. Ugye közben már megszüntették a határokat, de azt kell tudni, hogy a kamion parkoló feltárását szinte sietve végezték el. Az azt jelentette, hogy nem vagyok régész, de tudom, hogy a régész diákoknak is ugye a feltárási rétegek mindegyikéről kell beszámolót készíteni. Na, csak a fő réteget érintette a feltáró munka, és utána, mintha csak az előző érába lettünk volna, betemették és gondosan lebetonozták az egészet. Ugye, hát a helyiek, a hagyomány őrzői tiltakoztak, hiszen itt ez egy honfoglalás előtti szkíta lelet sor. És hát azért, hogy tulajdonképpen hát
kivegyék a vitorlából a szelet. Engedték a hagyományőrzőknek, hogy a kamion parkolóban felállítsanak egy kopiafát. Ugye azóta Balassagyarmaton évente kopiafa állításának megfelelően, hát szkítai sorozatot lőnek ki. Itt elkészült a munka, ugye a szkíták helye ma kamionparkoló, az ősök emlékét pedig a hagyományőrző kopiafa őrzi. Szegedi Attila fafaragó mester munkája, ami mindenki számára hirdeti a dicső múltunk azon darabját, amelyet az első réteg feltárása után rögtön le kellett betonozni. Szükség volt a kamionparkolóra. Most Balassagyarmaton, ugye ebből a leletekből kiindulva elindították a szkíta napokat, és itt látható a szkíta napok egyik előadója, ahol hát ugye próbáltam elmesélni azt, hogy hát nem ez az egyetlen történelmi hamisítás, ami létezik. Ugye mindenki tudja, hogy Berzsenyi Dániel érettségi anyag. Én azt mondom, hogy Berzsenyi Dániel indexen van. Ezt saját kutatásaimból tudom. Ugye Berzsenyi Dánielnek volt egy 18 vagy 20 oldalas munkája, amiből hát ugye egy mondatot értelmezhet idézni. Kutatásaim során örömmel tapasztaltam, hogy a magyar nyelv az egész óvilág gyökereinek gyökere és anyja. Na most gondoltam, elmegyek a könyvtárba, kiveszem az egészet. Széchenyi könyvtár, központi könyvtár, előjegyzésre van, ugye 3 hét múlva lehet olvasni, és csak helyben olvasható. Na most a magyar nyelvről szól, érettségítételről szól, tehát ez azt jelenti, hogy vannak indexen lévő munkái, és éppen a magyar nyelvvel kapcsolatos munkái, érettségítétel ide vagy oda. Találtam még ilyet, ugye Táncsicsról mindenki tudja, hogy 1848-ban, amikor Petőfi elszavalta a nemzeti dalt, akkor a lelkes tömeg meghallgatta a 12 ponttal együtt, és felszaladtak a vágba, kiszabadították a Táncsicsot. De senki nem kérdezte meg, hogy miért zárták be. Tudják, én keresgélődök. És akkor, hát abban az időben, amikor az első kérdést feltettem, akkor az volt a válasz, hogy utópista, szocialista gondolkodása miatt zárták be. Aztán Ausztriába, nézegetve a papírokat, kiderült, hogy azért zárták be, mert egy kéziratot vitt a nyomdába, és szerette volna kiadni. Ez a kézirat pedig úgy szólt, hogy a magyar nyelv az óvilág nyelveinek gyökere. Tehát az óvilág nyelveinek összessége. Ez egy 20 oldalas valami. Na most mi történt? A kéziratot elkobozták akkor, amikor elfogták Táncsicsot és betették a börtönbe. És kiadásra ugye pedig csak a kiegyezés után került sor, és hát akkor bizonyos csonkításokkal együtt. Eljátszottam ugyanezt, ugye elindul az ember a könyvtárba, aki szeretne kikölcsönözni valamit. Hát ez egy sokkal hosszabb időre, 4 hetente kölcsönözhető, és ugye helyben olvasható, és akkor hát abban az időben azért másolatot lehetett kérni, de ennek a másolatához engedélyt kellett kérni. Olyan, mint hogyha nem történt volna ebben az országban semmi. És akkor mondom, hogy hát a dicső múlt, mint ahogy tudjuk a szittya nép indulataitól, még hát Napóleon is félt, és tudta, hogy milyen katonai potenciál ez a
hadvezetésben, de azt kell mondanom, hogy elkövetkezett a szellemi terror időszaka. Most, hogy egyik, másik, harmadik vagy negyedik átkosról beszélünk, az teljesen mindegy, de a magyar átkosról szeret beszélni, mert az előzőkvel alaposan le akar számolni. Én viszont ugye, hát ugye Kárpát-medencéről beszélünk, szkítákról beszélünk. Herodotosnak van egy munkája, amely a szkita erkölcsiségről beszél. Közben ugye szkita kincseket raknék oda, ugye háttérnek gyönyörű. És a szkita kincsekről annyit, hogy ugye nagyon gyönyörűen és szépen kiállították a Kazasztánból és a szomszédos országokból hozott szkita kincseket. Viszont a Magyarországon talált szkita kincsekről senki nem tud. Mert előkerültek is, csak hogy ez jóval a honfoglalás előtt volt. Majd mutatok belőle pár dolgot. Szóval a szkita szeretetnek Herodotos szerint három fokozata van. Az ugye az egyik a testi szeretet, amelyet a görög Erosznak hív. A másik a lelki szeretet, vagy baráti szeretet, amit a görög Filiának hív. És van a szellemi szeretet, ugye ez a szeretet legmagasabb szintje, ezt pedig ugye Agápénak hívja. Tehát annyit szeretnék csak mondani, hogy a Kárpát-medencén belül élt egy olyan szkíta csoportosulás, aminek az erkölcsiségéről gyakorlatilag beszámolt Herodotosz is. És azt kell tudni, hogy régebben az állami intézményeken, ma már csak a műemlékvédelem miatt van, rajta van bizalmam az ősi erényben. Vajon tudják-e azok, akik ott ülnek benne, hogy miről beszélek? Ma már ugye az állami intézményeken nincs bent, csak a műemléki hivatal jóvoltából a régieken. Ennyit változott a világ. És akkor feltettem magamnak azt a kérdést, amit ugye a biológia könyv kapcsán ugye előjáróban kezdtem mondani, hogy hány éves is ez a szkíta nép? Ugye ez egy normális kérdés, történelmi kérdés, tehát semmiféle politika meg nincsen benne, és akkor hát elkezdődött a kutatás. Na most, kik voltak a szkíták? A legrégebbi írásokat a Védákban találom meg. Ugye a védikus irodalomban ezek a papírok, amelyeket ugye pálmaleveleknek neveznek, és ma már sokkal több embert vittek ki a pálmalevelekhez megnézni a saját jóslatát, mint ahány pálmalevél egyáltalán van. De a pálmaleveleknek az a része, amire a Védákat írták, ezek történelemkönyvek. Ugye a védikus irodalom művei közül a puránákat, mert így hívják ezeket, az univerzum történelemkönyveinek tartják. A szanszkrit jelentés a puránának az, hogy ősi. És hát ugye megnéztem, hogy ebben mit írnak erről. A Mahapurána, ugye, aminek egy része itt látható, 18 könyvet tartalmaz. 6 Szatva Puránát, 6 Rajasa Puránát és 6 Brahma Puránát, amelyet ugye egy bizonyos Bihar államban Támasza Puránának hívnak. Ők még emlékeznek erre a történetre, de ne ez legyen a... Szóval a Szatva Purána, az óindiai szentirat egyik könyve a Vishnu Purána. Ez említi először és a szkítákat, mint a legrégebbi népet, és őket szakának hívják, szákjának, sákjának, szakának. Itt ugye, hogy mondjam, én Zala megyéből származom, tudják, Zalaszaka mellől, és ez a Zalaszaka olyan, mint a kulcs lenne az életemben. Zalaszakáról annyit, hogy amikor Ekvádorban voltam, és hát ugye az ekvádori magyar törzseket kerestem, akkor szépen spanyolul láttam kiírva Zalaszakát. Csak esszel van írva, mint a spanyolosan. Na most Zalaszakától Zalaszakáig több ezer kilométert megtettem, és ismét egy szaka, ez már ugye India. Ugye ebben van valami sorsszerűség. De nézzük tovább, hogy mit ír a Vishnu Purána.
a szkítákról. Hát előbb-utóbb bejön. Ugye a szkíták, sákák Indiába, ugye Buddha, mert csak mi mondjuk H-val, meg a németek. És ennek ugye történelmi gyökerei vannak. Tehát a Buddha, ugye a Sakya nép szülötte volt, és letelepedett Észak-Indiába, hát valami Bihar nevű államba. Ez nem Hajdú-Bihar, ez a Kerala melletti államot jelenti, bár ők egészen másképp emlékeznek erre a történetre. Na most itt ebben a Vishnu Puránában, amelyet az Akadémia vallási iratoknak nevezett, ugye a legősibb népként említi meg a szkítákat. Ők azok, akik először, a szakák ébrednek fel először, és viszik körbe a tüzet, és ők azok, akik körbe viszik a fényt. Na most ennek a fény körbevitelnek volt régebben, amiről az előbb beszéltem, az állami hivatalokon a jelvény. Ugye talán még emlékeznek rá. A magyarok küldetése egykoron az volt, ugye, hogy a szkíta erkölcsöket őrizzék, ezért van az Bizalmam az ősi erényben című jelvény minden állami intézmény. Az újakon már nincsen, és a régieken is csak a műemlékvédelem jó voltából van, de volt benne még egy plusz említés, hogy tanítsák meg az emberiséget, és hordozzák körbe a lelkiséget az egész világon. Ugye a lelkiségről szól a foghúzás is, hiszen ezeket is érdemes megnézni a szkíta leleteken, mert a beteggel azonosul a betegnek segítő. És ez benne van. Ezt hívják, ugye, a legmagasabb szintű szeretetnek, amit agápénak hívnak. Na most milyen időtávlatokra tekint vissza a szkíta történet? Mondtam, hogy kinyitottam a biológia könyvet, ugye benne volt a tönköly neve, a tönköly búza nemesítésének ismert ideje, az ugye a Encyclopædia Britannica szerint, a Brit Akadémia szerint, 12 ezer évvel ezelőtt, a királyi fekete szkíták nemesítették őscirokból az ősbúzát, a tönkölyt. Na most ez annyira fontos táplálék volt, hogy ez belekerült az alkotmányba. Az alkotmányozás az ugye olyan mindennapos dolog lett most, de annak idején ugye volt egy királyunk, második Ulászló, aki a nép ellátásának annyira nagy szerepet szánt a gabona szempontjából a tönkölynek, hogy a Vulgo Tenkel néven, ugye, hogy a latin dokumentumok mutatják, belekerült az alkotmányba. Ők, ugye az alkotmány szerint azért küzdenek, hogy a tönköly, mint nagyon fontos élelmiszer, belekerüljön, mindenki számára elérhető táplálék legyen a lakosság számára. Tehát az alkotmánynak egészen más céljai voltak, mint most. Tehát ez csak ilyen. És ugye Tibetben voltam, és hát ugye még mindig a szkítákat keresem, mert ilyenkor azt mondják, hogy a szkíta történelmek ez a része, ami a védikus puránákban szerepel, az vallásirat, tehát ezt félre rakjuk. Jó, rakjuk félre, a biológia könyv ott van, és nézzük meg Tibetbe, mire emlékeznek erről. Ugye Tibetben van egy szerencse zarándokút, amely a hófehér gyémántja körül, a Káliás körül megtesz 51 néhány kilométer, pontosabban 52-t. Szóval a több ezer éves hagyomány, hogy ide zarándokolnak a hegyhez, és körbejárják a hegyet, mert ez szerencsét hoz, és két tavat érintenek, a ma is rákkal teli rákaposi tavat, és a vagy rákás tavat, attól függ, hogy ugye melyik nyelven mondjuk, mert a
mellette lévő Manasarovar tavat is megkerülik, és hát ez szerencsét hoz. A hinduk és a buddhisták az óramutató járásával egyezően kerülik meg a Káliást, a szerencsét hozó hegyet, a bőnvallás képviselői és a dzsainisták pedig pontosan a másik irányokba. És hát ugye Tibetben tudják, hogy bőnösök vagyunk mi, akár a többi nép, mert a bőnös vallás szavunk az innen származik. Szóval akármilyen furcsa, ez is egy szkíta történelem, de nézzük meg azt, amit sikerült még visszamenteni belőle. Tibet szerencse zarándok útja ma egy turista csemege, általában londoniaknak, akik ugye kibírják fizetni hozzá a megfelelő körítést, mert egyébként elég ridegek a feltételek. Szóval ez a Káliás Manasarovar Yatra. Háttérben ugye a hófötte gyémánt, a Káliás látható, de ugye mivel hogy itt is van a Tibet segítő központ, mindenki tudja, hogy a gyémánt út az a szellemiség útja. Csak a hófehér gyémántjáról felejtik el, hogy az a Káliás maga, a Szenthegy. Arról nem is beszélve, a Szenthegy mellett van a Szent-tó, amely hát földrajzilag is nagyon érdekes, hiszen nagy tengerszint feletti magasságon, 4530 méter magasságon van, és van legmélyebb pontja, és van egy 90 méter körül, és 320 négyzetkilométer maga az alapterülete. És hát van egy átlagos kerülete, de ezt inkább ugye az zarándokoktól kell megkérdezni, mert ők lépésre pontosan tudják, hogy mennyi. Hogy miért hoztam ide ezt az egészet? Ugyanis a szkita történelemnek ez egy nagyon fontos része, ugyanis az a Káliás az a hegy, ahová Buddha Shakyamuni, de fordítsuk le, a szkita oroszlán ellátogatott 500 beavatottal. 500 beavatott ugye Arhátról van szó. Ez az első ujgur királyság, az első ujgur birodalom történelme, amely időszámításunk előtt 23 ezerbe veszi a kezdetét, és volt egy fővárosa, fekete szkíták fővárosa, amelyet Karakótának hívnak. Karakótáról készült egyébként dokumentumfilm, amelynek ugye a stábjában a nevem is benne van. Ezt egy Pyotr Kozlov tárta fel 1928-ban, és hát ugye az első ujgur birodalom, amely a kínai tengertől egészen a Kárpát-medencéig terjedt, időszámításunk előtt 23 ezertől létezett, időszámításunk előtt 11 ezerig, amikor a geológusok állítása szerint volt egy sárözön, amely betemette a fővárost. A sárözön miatt van az, hogy Karakóta, a fekete város gyakorlatilag megmaradt. És volt neki egy felfűzött útja, amely az egész birodalmat átszelte, és később ugye ebből alakult ki a Sejemút. Szóval Buddha Shakyamuni 500 arháttal ide látogatott a Szenthegyhez, amelyet a szkíta hagyomány Havas boldogasszonynak nevez. Ezt 1848-as forrásokból is meg tudom erősíteni, mert akkor még emlékeztek rá, csak közben volt egy kis terror. Ilyen-olyan német vagy más nyelvű. Most éppen abból. Szóval a hivatalos történelemtudomány szerint a szkíták iráni népcsoport, ugye ezt olvastam a történelemkönyvbe, időszámításunk előtt a 7. században, és voltak rokon népek, az előzött kimmerek helyére települtek, és a Fekete-tengertől északra a Don közötti sztyeppe volt a szállás területük, amit ugye a szarmaták foglaltak el tőlük. Na most ez az időszámításunk előtti 7. század, meg a tankönyvben lévő időszámításunk előtt 12 ezer. Az valahogy összeegyeztethetetlen. Az egyik ugye egy biológiai állítás, indiai és nem vallási könyvekkel, a másik pedig egy történész állítás. Na most tulajdonképpen
ennek a történész állításnak a cáfolatát szeretném elkészíteni, amelynek egyik kulcsa Palasa Gyarmat. De nézzük tovább a dolgokat, mert ugye elhallgatni arany. A középkori magyar krónikákban az áll, hogy Szkítia volt az őshazánk, és a magyar népeket a szkítáktól származtatják, és itt lovas nomád népként vonul be a történelembe. Uralmok alá vonják az eurázsiai sztyeppét, és ugye ezekből a kincsekből láttunk a szkíta kiállításon különböző tárgyakat. Ha én azt mondom, hogy ez a szkíta kiállításon volt, akkor nem járok messze az igazságtól. Ez azonban nem a szkíta kiállításon volt. Csak megszólalásig ugyanilyen. Sőt, annak a másolata. És ez hol került elő? A kazasztáni lelethez kísértetesen hasonlító leletet Balatonudvari fővenyes határában kerítették elő. Sehol nincs kiállítva. Egy peres aktából, tudják, két régész pereskedik, és akkor az a legjobb történelmi dokumentum. Részletesen elmondják, hogy ki mit vett ki. Nem is kellett más, kikértem a peraktát, és kész. Még szerencsét vitatkoztam. Mindez persze a szocializmus idejében történt, amit ugye... Igen, Balatonudvari és Fővenyes határában, ha azt megnézik, ez egy fejedelmi ivókürt. Az azt jelenti, hogy a szkita királyság Kárpát-medence területén létezett. És akkor nézzük tovább a történetet. Szóval a halottaikat, ugye ez már a történelmi könyv, ritkaság számba menő tárgyakkal együtt temették ki, hát a kiállítás ez pontosan erről szól, és a fejedelmeik sírjai fölé mesterséges halmokat, kurgánokat emeltek, és aki ezt feltárja és feltárhatja, az tulajdonképpen betekintést nyer, most egy kicsit ugye modern szemmel mondom, az ékszerruha és fegyverdivatba akkor. Mert ott van. Úgy temették el őket. És akkor egy másik forrás, perzsa nyelven lévő forrás. A perzsa nyelven lévő forrás pedig arról szól, hogy a sztyeppén élő nomád indo-iráni népet szakának vagy szkítának nevezték. Igen ám, de a perzsa forrás a szkítáknak négy szorosabb államalakulatát nevezi meg, amely egymással szövetségbe voltak. Tehát megvan a nagy ujgurnak megfelelő terület, és négy részre van osztva. Ugye a perzsa szövegben Szaka Tajári Padrajának hívják azok a szakák, akik a tengeren túlon élnek, itt a tenger alatt a Fekete tengert értik. Ezek ugye az európai szkíták. Húha! Megtaláltam egy forrást, ami arról szól, hogy Európában van egy szkíta államalakulat. Honfoglalás még nagyon-nagyon-nagyon messze. Aztán ugye ez az egyik alakulat, ezek az európai szkíták. Aztán van a Szaka Hauma Várga, azaz a Hauma tisztelő szakák, amelyeket ugye a görög irodalom indoszkítáknak hív, ezek is képeztek egy lazább államalakulatszerű szövetséget. És a harmadik, a hegyes hüvegű szakák, őket masszagétáknak vagy daháknak nevezünk, és ugye a perzsa forrás az Amudarja és a Szirdarja között élőknek nevezi őket. És van a negyedik csoport, ugye a szakátájái, Para Szogdám, azaz a szakák, akik a Szogdiadén, ugye így hívták a Szirdarját, a Szirdarján túl élnek. Őket a történelem szakáknak, vagy szakaraukáknak hívja. Tehát van négy szkíta államalakulat, amelyek
egymástól függetlenek, de laza szövetségben vannak, és beterítik a helyet. Ebből minket most kizárólag Karapát érdekel, mert ugye azt mondta az akadémia, hogy üres volt a Kárpát-medence. Krisztus előtt 310-ben született Agátiász, ő ugye a következőket írta. Na most vitatkoznak a történészek a hun-magyar-avar folytonosságról. Kinyitja az ember ezt a könyvet, ez egy görög forrás, tehát abszolút nem érintette a politika. Mindazok a barbarus népek, akik az Immauson belül laknak, szkítáknak, hunnusoknak neveztek. Kész. El van intézve a dolog. Tehát van egy forrásom, ami egyenlőségélet tesz közé. És hogy mondjam, ja, hogy azonosítani kell. Az Immaus, ugye az a Himalája neve, a hima, ugye a hava, az ima havaból adódik, és a Kárpát-medence ókori népei között említik a történeti írók, ugye ezeknek a rokonait, gepidákat, roxolánokat, és hát ha utána kutatunk, akkor hát van egy faji azonosság, de ezt most hagyjuk. Elmentem a szkita kiállításra, és a következő hiányzott belőle. Szépen el voltak mesélve a rajta lévő történetek, mindenki igyekezett elmagyarázni, hogy ez a vérszerződés, csak senki nem mondta meg, hogy ez egy barátsági szerződés. Megtaláltam hozzá egy bizonyos Toxaris nevű görög írását. Toxaris ugye egy szkita orvos barátja volt görög honban. Ugye a szkitákról a következőt írja. A szkita barátok sokkal hívebbek, mint a görög barátok. Azok amazok ugye többre besülik a barátságot, mint emezek. Ha pedig már barátul választanak valakit, akkor következik a szövetség. A legnagyobb eskü, hogy egymással fognak élni, és egymásért fognak halni. Pemecvén az ujjaikat sellekbe csöpögtetik a vért, és kardjaik hegyét belemártva egyszerre iszunk mindketten belőle. És ettől kezdve semmi sincs, ami szétválasztaná őket. Tulajdonképpen az, amit mi vérszerződésként ismerünk, az nem más, mint egy nagyobb méretű szkita barátsági szerződés a közös gyökerek miatt. Tehát amikor a 12 törzs, vagy esetleg ugye a teóriák előbb vérszerződést kötnek, akkor ők szkita barátsági vérszerződést kötnek, csak nagyobbba. Ezt megtalálhatjuk máshol is, egy Anabázis nevű könyvben, ez Xenofonnak a munkája. Hát Xenofonról azt kell tudni, hogy ugye a Xenofon maga görögül álnevet jelent, tehát Lucius Flavius Arianusnak az iratai között találták, és a Xenofon az nem más, mint az Lucius Flavius Arianus neve, de a magyar meg a világ rövidít, és már csak az álnév lett a neve, mindenki Xenofonként ismeri. A római történetírót, aki egyébként görög nemzetiségű volt. Na most miért ezt a munkát vettem elő? Azért, mert a Brit Akadémia többször hivatkozik a munkára, és az áll benne, hogy az Anabázis az nem más, mint Nagy Sándor életének története elmesélve. Na most ebből egy részletet idéznék. A részlet az nem is az én fordításom, mert létezik a magyar fordítás. Isten látja lelkemet, elfelejtettem a fordító nevét, de higgyék el, hogy 36 előtt volt. Tehát olyan sokszor nem került elő a neve történelemkönyvekbe. Kevés nap múlva megérkeztek Nagy Sándor követei az abiók, az öntörvényű ázsiai szkíták. Később az európai szkítáktól is megjött a követ, akit Homér a legigazságosabbnak dicsért költeményében. Ez elmondja azt, hogy itt
a Karapáton belül volt egy szkíta államalakulat, amelyet európai szkítáknak neveztek, és ugye a másik államalakulatot is, amit a perzsák említenek, azt is néven nevezi, tehát két forrás, egymástól független forrás, ugyanazt állítja. Most a szkítákat, hogyha az ember megnézi, rengeteg harcászati újítással lepték meg a világot. Az egyik legfélelmetesebb fegyverük a visszacsapó hív volt. Nagyon szerettem a hagyományőrzőket, de bocsássák meg a lelkemet, én hullára rögtem magamat azon, amikor megpróbáltak egy ilyen nagy íjjal a lovon visszafelé. Hagyományőrzők voltak, és nem is egy. Egész sorozat volt belőlük, és különböző helyekről. Ugyanis a lovas íjászatnál mindenütt, ha olvassa az ember a történelmi forrásokat, akkor ez egy pici visszacsapó íj, amivel vissza lehetett fordulni. Azzal a nagyjal, az 50 fontossal, amit úgy szoktak mutogatni, hát ugye megfelelő bravúr kell hozzá, hogy visszaforduljon és el. Na most ez az, amit el szerettem volna mondani a hagyományőrzőknek, de a római forrásokban benne van, hogy a legfélelmetesebb fegyver, amiben ugye az ízáport csinálták a lóról, az a pici visszacsapói. Annyira sikeres volt, hogy a rómaiak beletették a mitológiába. És ha Cupidot ábrázolták, akkor ugye ezzel a nyíllal ábrázolták, Cupido meg ugye a megfelelő helyen eltalálva, ugye létrehozta a saját kis csodáját, de azt kell tudni, hogy a szerelem istene, a szkíták félelmetes fegyverét használta. Nézzük tovább a történetet. Össze fog érni az egész, csak ugye a gyűjtés fázisában vagyunk. Xenophonról még egyszer, ugye a szkíta lovas íjászokról szóló munkájában van egy olyan, hogy az Abius szkíták Ázsiában laknak, ugye ez egy államalakulat. Később kiderült, hogy a Magyar Antropológiai Indexszel egyező, hát ugye génmarkerekkel rendelkeznek, ezt ma már ugye, ha CSI helyszínelők vannak, akkor azért el lehet ítélni egy népet. Most ugye a CSI helyszínelőktől átkerült a történelem kategóriájába a dolog, és kiderült, hogy ugye ilyen antropológiai és immunoglobulin markerekkel rendelkeznek a pártus és méd, illetőleg görögül madai csoportok. De ez egy picit eltértem a témától. A szkíták számosak, de uralmukat, ez ugye megint a Xenophon munkájából van, nem terjesztik ki más népekre, a hozzájuk csatlakozóknál meghagyják a vezéreket, és meghagyják a vallást is. Ugye az Isten magyarjaiban mindig mondtam, hogy volt egy nép, ami nem egy nép volt, az Isten tenyerén élt, magát Magorinak vallotta, és hát ugye ez a tudás egy idővel eltűnt, hiszen egy befogadó nemzet volt. Erre ma sokan hivatkoznak, csak nem történelmi szempontból. És még valami, ebben van egy mondat, amit aláhúztam, és itt az oldalszámot is meg szoktam jegyezni. Európában a szkíták uralkodtak. Egy tő mondat. Hova? Tehát Xenophon is tudott róla, hogy voltak, ugye volt Európában egy szkíta államalakulat. Most a hazai tankönyvekben és a publikációkban nem olvashatunk arról, hogy az ókor nagy korszakait, a bronz és a vaskort a szkíták határozták meg. Ez bármelyik londoni brit akadémiai írás között, ami ezzel foglalkozik, szinte alapmondatként van benne. És akkor jön az indoklás. Mert ők voltak a terület fémművesei, akik időről időre új technikai vívmányokkal lepték meg a világot. És akkor nézzük a londoni kutatásaim eredményeit. 1929-ben
ami nem most volt, megjelent a Brit és Ausztrál Akadémia gondozásában, a Brit és Ausztrál Akadémia tagjaként egy angol régész, angol és ugye ausztrál régész, Gordon Child könyve, amely a Duna prehistóriájának történetét írja le. Gordon Child utópista szocialista volt, minden könyvét lefordítottak magyarra, ezt nem. Ezt nem. És ez azt jelentette, hogy ebben van egy megállapítás, hogy a kőkorban létezett egy azonos műveltségű nép, Mezopotámia, Kárpát-medence, Kréta háromszögben. Ugye észrevételeit és bizonyítékait a Duna prehistóriája című könyvben jelentette meg. És ebben egy nagyon fontos tényező az, hogy a Kárpát-medence és Európa benépesedésének története csak is az éghajlati viszonya függvényében kezelhető, és azok hatását vizsgálva az állatvilágra, a növényvilágra, hiszen a jégkorszak határa az a Kárpát-tól 1000 kilométerre volt. Na most így Európában a Brit Akadémia szerint a jégkorszak időszámításunk előtt 75 ezer és 10 ezerig tartott. Az utolsó jégkor alatt ugye a Kárpát-medence határa az egy erdős tundra volt. Gondoltam, hogy beteszek valami magyar földrajzi képet, de aztán úgy döntöttem, hogy annyi támadásért, hogy ilyen-olyan-amolyan hát ugye véleményeket ötvözök, ezért fogtam a Times Atlas-ét, beraktam. A Times Atlas nekem tökéletes, és itt az áll, hogy a jégkorszak északi határa a Kárpátoktól jó 1000 kilométerre északra van. Ez azt jelenti, hogy itt találják meg az ősember helyét, itt találják meg a jégkorszak túlélői. Ez volt ugyanis a melegvízű források helye, hogy az Arvisúra hívja ugye a melegvizek birodalma. És a Kárpát-medence lassú felmelegedés az 5000 évvel megelőzte az európai területek lakhatóságát. Így ez azt jelenti, hogy hát egyszerűen azért, mert kedvezőbbek voltak a feltételek, ezért itt ez volt abban az időben a legsűrűbben lakott terület. Nem, hogy üres volt, hanem a legsűrűbben lakott terület. És akkor robbant a bomba, és ezt általában nem szokták azok, csak azok olvasni, akik ugye kémiai dolgokat olvasnak. Tudják, a biológiát történelem mellé kell tenni, CSI helyszínelők dokumentumaival együtt. John Daytonnak, aki az Angol Akadémia tagja, tehát a Brit Akadémia tagja, megjelent a Fémek, Ásványok, Kerámiák és az Ember című munkája, amit 1978-ban adtak ki. És ebben a következő áll. A világ valamennyi fémkorszaka a Kárpát-medence bányáiból indult ki, és a Kolyok-hóiban kezdődött. Honnan tudja ez az ember? Nagyon egyszerű a dolog. Ma már a geológiában benne van az, hogy a bányákat az izotóp technikával azonosítani lehet. Sőt, ez európai szabvány. Ez nekünk nagyon jó. Tehát EU adatok állnak a rendelkezésre, és hát ugye ebben a könyvben az is szerepel, hogy az első termékek akárhol is fordultak elő, tehát ez azt jelenti, hogy Ázsiában, mind a Kárpát-medencei fémekkel azonosíthatók. És akkor ugye szeretnék a könyvből idézni néhány dolgot. Magyarország területén előkerült a szkíta jogar, jogara pedig csak annak van, de szerintem ezt bárki levonhatja. Ráadásul a csodaszarvas van rajta. Tudják, az ágaboga szarvas, ami eget és földet összeköti. És akkor mesélném az izotóp eredményeket. Mert ez az, amit nem szoktak elolvasni. Az izotóp eredmények arról szólnak, hogy Körmöcbányán Nyitrány arany, ezüst és antimon bányászat volt. Ugye a szkíták mindig arról voltak híresek,
hogy fém ötvözeteket készítettek. Nem kell hozzá kémikusnak lenni, az antimón, mint fém ötvözet már a fémművességnek egy csúcsáról beszél. Selmecbányán nyitán ezüst van, ezt a királyi időkben is tudtuk, de itt a ókori bányákról van szó. Nagy bánya, ami már ugye sajnos nincs nálunk, Szatmár németi, az igazi neve, illetőleg az a környék, itt arany és ezüst van. Aztán Felsőbánya, ami szintén Szatmár németi környéke, itt arany, ezüst, cink és ólom van. Kapnyikbánya, ami szintén Szatmár németi, ezüst, antimón és arzén. Tehát az ötvözetek készítéséhez minden jelen van. Ez azt jelenti, hogy megvizsgálta a leleteket, és megvizsgálta a fémeket, hogy melyik bányákból származnak. Offenbánya, amit ugye régebben Torda aranyosnak hívtak, amikor még hát ugye nagyobbak voltunk területileg, itt ezüst és tellúr van. Na most nem kell fémművesnek lenni ahhoz, hogy hát ugye ritka fémötvözetet lehet előállítani ezekből. Veresbányán aranyban, Rudnikbányán, ugye ami Nyitra környéke, réz és ólom és ezüst, Rudabánya környéke, ez a mai Borsod területe, itt ezüst és vas, Nagyák környéke, ami ma a festői Románia része, itt arany, ezüst, tellúr és mangán. Na most, aki ismeri a mangánt, meg az aranyjal, meg ezüsttel, meg a vassal való ötvözés technikáját, akkor nem akármilyen fémművességről van szó. Dognácska, ami Krassó-Szörénynél van, itt réz és ólom, Szaszkabánya, Majdánpatak, ez is a Krassó-Szörényi területen van itt réz, és Gölnicbányán, ami Hajdan-Szepesvár megye része volt, réz, antimon és nikkel. Tehát az összes fémötvözőt az ókorban, a bronzkorban és a rézkorban bányázták ezen a helyeken, és hát már csak a fokos népét fogom megmutatni hozzá, ugyanis hát ez a fokos csak arra jó, hogy ugye a fémötvözetekről meséljen nekünk valamit. John Dayton kutató megállapítása szerint óriási fémfeldolgozók nyomait is meg lehet találni. A helyszínen volt, tehát annak idején nem tudom, hogy kitől, valamelyik kultúrnagytól kért engedélyt, hogy eljusson Bodrog keresztúra, Lengyelbe, Erősdön, itt Vincsán, Gulmenic, Tószeg, Jordánhalom, Polgár, Perjámos, Velemszenvid, Hallstatt, Karavoló, Remete, Nyitra, Lerna helyeken, ugyanis itt ókori fémfeldolgozók nyomai vannak meg. Ez ma ugye egy kicsit vulgárisan mondva, egy szkítaház, egy fémfeldolgozó. Még egy szkítaház, még egy fémfeldolgozó. Tehát nem azt mondom, hogy manufaktúrálisan, de nagyba csinálták. Igen ám, csak hogyha ezeket a feldolgozós, olvasztó telepeket, történelem, meg a régészet azonosítani tudja, akkor ehhez igen nagy számú személyzet kellett, ami ezt fenntartja. Ezeket a személyzetek, ezt a személyzetet el kellett tartani. Ez azt jelenti, hogy nagy tömegeket kellett kiszolgálnia ebben az időben. Hát a mezőgazdaságnak. És akkor nézzük tovább az Angol Akadémia anyagai között. Ugye kedvencem Edward Emily Gibbon. Az ő munkássága gyakorlatilag az angol történelmi írás, a brit történelmi írás csúcsa, ezért hát ahol megvan az ő műve, már pedig csak sajnos a második kiadása maradt fönn, de fönnmaradt a műve, azt Dagybecsben őrzik, és többször is kiadják. Ma egy kicsit hülyén hangzik, de a történelmi egyetemek csúcsa a brit területeken, a McMaster Egyetem, ugye ők őrzik ezt a könyvet, amelynek nagyon fontos része az itt látható római birodalom bukásának története. Miért ezt meséljük el? Mert az akadémia mindig azt mondja, hogy itt hát üres volt a Kárpát-medence,
egészen rómaiak érkezéséig. Edward Emery Gibbon munkájából megtudjuk, hogy a római birodalomnak Pannonia gabonája kellett, és ugye ehhez megvannak a források is, és a bora kellett, és a könyvben ki van emelve, hogy ezért támadta a szkita panon törzsekre, akik időszámításunk előtt 35-től, időszámításunk szerint 9-ig gyakorlatilag ellenálltak neki. Most megfordítom a gondolatmenetet. A világ legnagyobb katonai hatalmának 44 éves ostromát értjük ez alatt, ami egyszerűen Pannonia boráért és gabonájáért ment, de vajon milyen államalakulat lehetett, aki a világ legerősebb katonai hatalmának 44 éven keresztül ellen tudott állni? És akkor jön Ausztria. Ez volt a meglepetések csúcsa. Gordon Childnak volt egy brit történész kollégája, mindig volt egy olyan gyanom, hogy a bécsi városban két történelem van forgalomban. Egyiket nekünk, meg a külvilágnak, egyet meg az uralkodóknak. Van egy osztrák történész, Gordon Child kollégája és kutatótársa, őt Fritz Zahermayernak hívják, remélem szépen mondtam a német nevét, bár én a Zahertortát nagyon utálom, és ilyenkor mindig úgy megakad a nyelvem, de Fritz Zahermayert nagyon szeretem. Ugyanis Fritz Zahermayer németül gyönyörű szépen leírta, szinte egybehangzóan, hogy az európai népek tanítómesterei a kárpát-medencei szkíták voltak. És ez a bécsi akadémiában. Na, üljünk le az akadémia előtt. És ugye az akadémia előtt itt látható Herodotosz szobra. Bocsánat, ez a bécsi parlament volt. Még nem tudom, az akadémiára jár a szám, biztos, hogy oka van. Bécsi parlament előtt, ugye Herodotosz művében, aki a történetírás atya, elmeséli, hogy a Kárpát-medencében, Erdélyben éltek az agátőrszök. Egy szkíta, géta népcsoport. A negyedik könyve, Herodotosz negyedik könyve, 48. bekezdésében meg is mondja a területet. És innentől kezdve már nincs vita. Nem is lehet vita. Szkíta ország legnagyobb folyója az Ister. Ugye? Ez Istergám, Esztergom. És közli azt, hogy az Iszterbe folyik a Tifisász, és az Agátőrszkít a törzsektől Erdélyből ered a Máris. Ezzel a három folyóval a Kárpát-medencei szkíta alakulat be van határolva történelmileg. És akkor jön a meglepetés. Herodotosztól tudjuk, hogy a Kárpát-medenceiek első királya Targitaosz volt. A Kárpát-medencei szkíta királyság első királya Targitaosz volt. Na most, aki egy kicsit tud görögül, itt azonban a ógörög nyelvtudást kell elővenni, ha a görög ki akarja ejteni a néma hát, akkor elé tesz egy T betűt, hogy hangsúlyos legyen. És minden jövevény szóhoz az oszkisz képzőt rakja hozzá. Na most ebből az következik, hogy ha a nyelvfejlődés szabályait vesszük figyelembe, szkíta ország, szkíta királyság első királya Hargita volt. A hegy ugyanis onnan kapta a nevét, hogy a szkíták első királyát itt temették el Hargitán. És akkor még nem jutottunk el Balassagyarmathoz. A dolog úgy néz ki, hogy Krisztus születése után, születése előtt 800-ban Pannon Parsziszkita ifjúsági vezér megjelent ezen a tájon 4000 lovasával, akik a Kaspivári szakasz Kita birodalomból jöttek kalandozásra. Ugye a rokon népek találkozását mutatja a szarvas, ezt nem írták ki a Kita kiállításra. Pontosan erről szól a dolog. És akkor jönnek a beszélő nevek, Pannonhalma története. Esküló népét, ugye Esküló, az itt élő szkítáknak a vezére volt,
őket az Atlantisról menekülő, úgynevezett, hát ilyen vándor népek, a geriberi népek fenyegették. És ekkor segítséget kért, és Pannon vezér, a Kaspivárból, egy dombocskán ütötte fel a tanyáját, amelyet, ugye a vezéri szállását, amelyet innentől kezdve Pannon halmának neveznek. És hát itt már az esküvőt mutatom, ugye szkíta kiállítás, esküvői ruha, de van hozzá egy magyar történetünk is. Pannon vezér és öccse, Mecsek, beleszerettek Esküló lányába, gyömörébe és a szép Indiába. Így összeérnek ugye a szkíta történetek. És a következő télen, hun szokások szerint, 6000 lovas családosok ölt meg, azaz a két nép összeolvadt. Ez a kelta-szkíta királyság története. Aztán majd mesélek még valamit. Ugye Kőszeg tornyának környékén a tarkós őslakók látva tarkósoknak nevezik a jégkorszak túlélőit. Sopron vitéz vezérének fegyverzetét és a tegezükben ékeskedő nyilvesszőket, ezt csak ugye a szkíta kiállítás képéről vettem, és nem ellenségesen fogadták őket, hanem apró jószágaikkal kedveskedtek. Ugye a kőszegi végvári vitéz a legszebb tarkós lányt vette feleségül, ezzel megpecsételődött a Pannon tarkós népek hegyvidéki szövetsége. Ez azt jelenti, hogy a szkíta kelta királyság szövetsége létrejött. Tehát ugye Kárpát-medence, Karapát, időszámításunk előtt 800, kelta szkíta királyság. És őrzik a nevet. A történetet. Pannon vitéz után a legvitézebb fia Csanak lett a Pannonföld fejedelme, ugye a fejedelmet Mainfőnek hívják, és innentől kezdve már bárkinek beugranak a nevek, amikről szó van. Mecsek fősámánsága mellett lett ez, és ekkor Pécset rendezték a nagyszalát, és Mecsek Eplény fiának adta át a fő sámánságot. És akkor nézzük tovább. Ugye a sámán képzésen 48 ifjú közül Csanak fia lett, Veszprém lett az első, és ő nyert jogot arra, hogy a beavató központban, Ordoszban képviselje Kaspivár birodalmát. Aztán Veszprém ordoszi sámán képzésen első lett, és ő elvette Kaluga Vepsze törzsbeli fejedelem lányát, a Pejtrima lányt, ez ugye egy minszki történet, és utána gazdag kincseivel hazatelepült a Vepsze kíséretekkel, és Ordoszból jött. Devecser, mert akkor már Pannonföld fejedelme, királyokat is elmondom közbe, senki nem hallotta ő, a fejedelmeket elmondom közbe. Veszprém volt akkor már Pannonföld fejedelme, és megbízta Veszprémet, hogy szervezze meg a Pannonföld biztonságát ordoszi mintára, és a 100 vepszével, aki hazajött, megépítették a beavató központot Veszprémet. Ugye ez Veszprémnek a... És ez lett Veszprém, innentől kezdve lett Pannonföld birodalmának új beavató központja. És akkor a másik végtörténetét, Sopron egy kabar tizeddel, Encs vitéz öt parancsnokkal napnyugat felé lovagolt, és az Árvízes folyónál egy magaslati dombon őrtornyot állított fel, ezt elnevezte folyót, és ezt is Encs tornyának. Ez a túl az Óper Encsián története. És akkor van egy kelta-szkíta államalakulat, időszámításunk előtt 800-tól jött létre a nagy Karapát kelta-szkíta királyság végeként, és meglepő módon ennek vannak nyomai is. Na már ezek a nyomok, ugye egy illegális feltárás eredményei, átmentem szlovák gyarmatra.
tudják, a hídon Szlovák gyarmat mellett áll egy Kovár nevű község. Na most a középkori irat, Kovárról még a tótok is tudják, hogy az ugye kővárat jelentett. Megnézi az ember az egyházi iratokat. Középkori egyházi iratokban a Balassi váron kívül a környéken nincs kővár. Ez azt jelenti, hogy a középkornál jóval régebbiek. És akkor ugye elvittem oda energetikai mérőket, ilyen radiesztéziás mérést, bár ezt ugye a történelemtudomány nem fogadja el, de azt tudom Franciaországból, hogy Karnak környékén az összes erővonalra, ami a sárkány és lej vonalak találkozását jelenti, raktak köveket, és megjelölték őket. És általában ugye olyan helyekre rakják a köveket és a várakat, ahol ezek az erővonalak találkoznak. Magyarországnak is van ilyen, amit hivatalosan is elismer, ezek a pákozdingó kövek. Megnézik a leírásba, 10.000 évvel ezelőtt, legalább 10.000 évvel ezelőtt mesterségesen a 12 lejvonal találkozására rakták a pákozdingó köveket. És akkor ugye, tehát először is van egy erődítményszerű nyom. Én ennek a történetnek azt a nevet adhatnám, hogy a homokbánya titka, hiszen volt ilyen filmünk is. Ugyanis a szocialista időkben itt homokbánya működött. A homokbánya kivette a homokot, a rakodó félre rakta a követ, a homokot elszállították, egészen az 50-es évekig történt ez, és összegyűjtötték a köveket. Ugye lehet, hogy sok Lego játékon nevelkedtem fel, de higgyék el, hogy kövek, amelyek homokkövek. Középkorban a homokkövekből nem építettek várat, mert az első ágyúzás alkalmával gyakorlatilag tönkrementek volna. Ezek a homokkövek azonban be vannak kenve, és érdekes módon tartósítva vannak, és a megmunkálás nyoma is láthatók rajta. És akkor hát a himnuszból idézzek, várállott, most kőhalom. De higgyék el, hogy rajtam kívül ezt más is észrevette. 1957. Régészeti füzetek, Hunyadi Ilona, kerták a Kárpát-medencében. Sorra megjelöli a Kerta-Szkita királyság összes városát. Hát benne van ugye a Balassa gyarmatnak megfelelő rész. Na most itt, amit látják a régészeti füzetekből, ezt elsüllyesztették, utána Hunyadi Ilona valahogy elkerült a... Tehát ő olyan, mintha eltűnt volna. Megírta ezt a régészeti füzeteket, ami egy ilyen hát összefoglaló szkítasírokat és kertasírokat összefoglaló nagy hely. Tehát tulajdonképpen a sírokkal szépen megrajzolta a kerta-szkíta királyságnak a területeit. Utána eltűnt az akadémiáról. 57-ben ugye az akadémia füzetek között megtalálható ez. Na most ugye a nagy államalakulat egyik határa Sopron, a másik határa Balassa gyarmat volt, és azt tudjuk, hogy lenyúlott egészen Erdélyig, erdélyi központtal, hiszen Hargitánál volt a király eltemetve. Ez azt jelenti, hogy jó helyen vagyunk. Szlovák gyarmat mellett ugye a Kovár, a Tóth név a magyar beszélők számára sejteti, hogy itt egy kővár van, és a középkori egyháziratokból kiderül, hogy ők nem tudnak erről, tehát ez korábbi. És van egy nagyon érdekes dolog vele kapcsolatban, ugye amit kitermeltek, ott a homokkő nem repedezik, nem málik el, ugye a többi. Ugyanis be van kenve valami zsírszerű anyaggal, meg valami fekete fagyószerű anyaggal. Először úgy nem sokat törődtem vele, de aztán rájöttem, hogy Franciaországban a kerta leleteknél ugyanilyen homokkő tartósítási módszer van. Ez azt jelenti, hogy hát a Franciaországban kelták tartósítottak így követ. Akkor nálunk is a kelták tartósítottak így követ. Na most a lapos homokkövekből ugye olajos zsíros anyaggal van bekenve, és hát ugye ezek hajdani vár
részei, amelynek a nevét Kovár őrzi. Az azt jelenti, hogy Balassa gyarmat kamion parkolójában a szkítasír, Jászapátiban a keltasír, Kovár mellett a keltasír, és van egy kelta ugye tartósítású kőhalom itt, ami arról szól, hogy ez a történelem igencsak valóságos, és hát a középkori egyházi iratok ugye nem említik, tehát nyilvánvalóan korábbi, de ne olyan várat képzeljenek el, ami a középkorban él, van. Ugye ehhez meg kéne mutatnom a franciákat, sáncvárak vannak, ami azt jelenti, hogy ugye mögé elbújhatnak a harcosok, és hát ugye idővel betemette a homok, amiből a homokbánya táplálkozott. Ma már csak össze kell rakni a történetet, csak hát közben van egy határ. A határ nagyon izgalmas, mert a határ egyik részén ugye bármilyen magyar jellegű lelet előkerül, az nem örvend nagy megbecsülésnek. Viszont a kelta az uniós. Tehát lesz belőle uniós támogatás, ma már ott tartunk, ugye, hogy a két város, mert ugye a két város az ugye Hajdan egy város volt, két vezetés összefogott, hogy ide egy archeológiai parkot hoznak létre. Ami archeológiai park áll a Balassagyarmat melletti Jászapátiból, és a Kovár melletti kövekből, a szkíta leletekből előkerült. A szkíta leletekkel kapcsolatban van még egy dolog. Balassagyarmatról a kamionparkolóból leszedett leleteket nem hagyták Balassagyarmaton, hanem elvitték valahova. Balassagyarmaton négy múzeum van, ahol ki lehetne állítani. Azért nincs kiállítva, mert ez a történet kilóg abból a történelemből, amelyet mi tanultunk. Hát néhányan próbáljuk ezt a történelmet megváltoztatni. Ugye itt vannak segítségek is. A helyi segítséget láthatjuk, aki egyébként a szkíta napokat megszervezte Balassagyarmaton. És ugye itt látható Attila is, akinek az apja munkája is pontosan az én forrásaim között szerepel. És természetesen itt van Bori is, Obrusánszki Borbála, mert mindenkit próbálok, mert ugye ez egy szkíta történelem. Ennek sok olyan aspektusa van. Én a szkíta részt, a kelta részt, azt ugye Franciaországban láttam. A tartósítási részt Franciaországban láttam. De ezekből a mozaikokból összerakható a kelta Karapát, a kelta szkíta királyság története. És azt is tudjuk, hogy innen egy időben, amit csak sejtünk az időt, úgyhogy időpontot nem mondanék, egy csoport a kelták között kitelepedett Baszkföldre. Tehát a futballmérkőzésen, ha valaki Árpád-sávos zászlóval lengett, azok a kitelepedő baszkok voltak. Köszönöm szépen!